Ferencváros győzelmével zárult a múlt hétvégén megrendezett aradi nívós nemzetközi U17-es torna. Az esemény nem csak a tapasztalatszerzés miatt volt hasznos, hanem a sikerélménynek köszönhetően fiataljaink önbizalma is erősödött. Ezeknek a mérkőzéseknek nagyon nagy haszna van, hiszen a hazai mezőnyben nem mindig találkozunk olyan csapattal, aki fölvállalja azt a támadó, párharcos focit, amit kint tapasztalunk. Megérkeztünk Romániába, és ugye azt tudni kell, hogy fele 99 és 98-as, de inkább többnyire 99-es fiatalemberekkel mentünk, és az első meccset az utáraddal kezdtük, 2-0-as hátrány volt, cserélni kellett, és az utolsó 10 percben meg tudtuk fordítani a meccset 3-2-re. Az Arad legyőzése után az angol Queen's Park Rangers-t, a döntőben pedig a román Dinamo Bukarestet fektettük Kétvárra. Együttesünk egyik húzó embere az a Dragoner Filip volt, aki a torna gólkirályi címét is elnyerte. Érzésem szerint volt egy hullámvölgye a felkészülés során, természetesen mivel fiatalokról beszélünk, ebből ki kellett lábalnia. Úgy érzem, most egyenesbe jött, mind érzelmileg, mentálisan nagyon várja a megmérettetéseket, hiszen a válogatottban is szereplése lesz az IFI EB elit körébe. Nagyon-nagyon azon van, hogy minél hamarabb jó játékos váljon belőle, úgyhogy ez pozitív nagyon. A gólkirály cím nagyon-nagyon bizalmat adott most erre a bajnokságra, úgy érzem, és ebből fogok majd táplálkozni szerintem a bajnokságban. Mindenféleképpen az első csapat felé szeretnék orientálódni, de külföldre is húz a szívem. Utánpótlás menedzserünk korosztályos csapatunk speciális képzéseiről is nyilatkozott. Tavalytól megvan a poszt specifikus képzés, ami a csatároknak minél több egyéni képzés, a kapu előtt érkezés, a védőknek speciálisan olyan gyakorlatok, amivel tudnak fejlődni mind taktikai téren, mind technikai téren. Természetesen ehhez hozzátartozik az, hogy az atléta edző foglalkozik velük, tehát minden olyan dologba próbáljuk őket fejleszteni, ami ebben a korban megfelelő. Azoknak a fiúknak, akik itt kezdik el, vagy ide jönnek azért, hogy az álmukat valóra váltsák, azokban nagyon kell bízni. Meg kell adni nekik a lehetőséget. Én úgy gondolom, hogy van jó néhány fiú, aki ott kopogtat az ajtón. Nagyon bízunk benne, hogy ezt az ajtót, ha nem is könnyedén, de ki tudják majd nyitni, és akkor nagyon büszkék lehetünk mi is rájuk, akik itt napról napra foglalkozunk velük, meg természetesen azok a fradi szurkok, akik várják azokat a tehetségeket, akik innen felkerülnek. A beszélgetés végén apa-fiú játékra invitáltuk főszereplőinket. Dragoner Attilát fiáról, Filipet pedig édesapja Fradi karrieréről kérdeztük. A Fradival két bajnoki címet nyert. Nagyon pici volt még, talán két összegyűrt zokniból csinált magának labdát, és abba rúgott bele, nem tudom, nagyon pici volt még, talán egy évesen. Ott voltam a pápa ellen, az utolsó percekbe szerezte a gólt. Amikor hazaértünk Portugáliából, akkor ugye visszatértem a Fradihoz, és akkor ő egyből lejött ide a Népligetbe, és azóta itt van. Nagyon kiskoromban kikerült apa Németországba, Fortuna Kölnhöz, és utána pedig 2004-ben pedig Portugáliában a Vitória Guimaraeshez. A siker az, hogyha a célját eléri, és hála Istennek, hogy van célja, úgyhogy ezért én mindent megteszek, hogy ebbe segítsek neki, de ugye azt szokták mondani, hogy múltból nem lehet megérni, úgyhogy a nagy siker az lenne, hogyha az új stadionba egy gyönyörű, szép gólt tudna lőni.